Mazsavet együttes egy hatalmas nagy tapsot kérő! Egy perc, és mindenkinek világtartalmi hangulata, hogy Mazsavet fesztiváli hangulata lett. Hát hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeim, most kivételesen nem jó reggelt Debrecen köszönt a Best FM, hanem jó estét Debrecen, Fazekas László vagyok, és mindenkit nagy tisztelettel köszöntök ebben a fantasztikus születésnapi partin. Telefonnak az előző percekben a Nívó díjas debreceni Mazsavet együttes jelenlegi és ekkori tagjainak láthatták ezt a különlegesen szép nyitó koreográfiáját, a nyitó képet, amelyel ünnepélyesen megnyitották a mai műsorunkat, utalva arra, hogy ma nem csak a mostani debreceni Mazsavet együttes leánykái lépnek majd fel, hanem természetesen azok a hölgyek is, akik valaha a DNA felnőtt csoportjában jártak, valamint a debreceni ifjúsági fúvószenekar és a debreceni zenete ifjúsági fúvószenekarának jelenlegi és régi tagjai is. Tapsot kérünk a kiváló zenekarnak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim, a koreográfiát készítette az együttes művészeti vezetője, Dr. Tóthné Rozsány Judit! Nívó díjas táncpedagógus és mazsolettoktató, a Magyar Fúvószene és Mazsolett Szövetség alelnöke, a koreográfiát betanította Jónás V. Bacsó, Mónika és Kisvény. A csoportok vezetői, és természetesen nem hagyom ki, hogy a két kiváló karmesterünknek, karmesterünknek is egy-egy tapsot küldjünk, a zenekar karmestere Andrássy Tamás és Sárvári József. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, születésnapot ünnepünk, nem is akármilyen születésnapot, bár én tegnap reggel valami 60 évet mondtam a Best FM-en, de hát a 80-as években indult ennek az együttesnek a karrierje, az élete és ez a csodás pályafutás, amelyet most Debrecen megyei jóváros alpolgármestere dr. Barcsa Lajos fog méltatni, hiszen elfogadta a meghívásokat, és itt van, hogy ezen a születésnapi ünneplésen velünk együtt ünnepeljen alpolgármester úr. Nagy tisztelettel köszöntöm Debrecen megyei óváros nevében egyrészt a debreceni Mazsolett együttes vezetőit, illetve a jelenlegi és valamennyi tagját, táncosát, valamint természetesen a kísérő fúvószenekar jelenlegi és múltbéli tagjait is. Mit is jelent Debrecen város számára debreceni Mazsolett együttes, és mit jelent számukra ez a 40 év? Na azt gondolom, hogy példaértékű az, hogy egy együttes ilyen sok évtizeden keresztül, ilyen magas minőségen tud szerepelni folyamatosan a világban. Hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy két olyan értéket vélek a Debrecen Mazsolett együttesben, ami manapság egyre inkább elvész, viszont ezért fontos is az hangsúlyozunk, hogy igen, a Mazsolettel ezt el lehet élni. Habár én nyilván nem tudtam mazsolettezni, érthető okokból, viszont azt gondolom, hogy a mai mozgásszegény életmódunk tekintetében nagyon fontos az, hogy kimozduljunk, mozogjunk valamit. És a Mazsolett az erre lehetőséged. A másik olyan dolog, amit azt gondolom, hogy a mai világban egy picit elveszítjük, és ráadásul erre a folyamatra rá erősít a Covid-járvány is, az az, hogy egy kicsit egyénieskedünk, individuálisan vagyunk, egyedül akarunk megcsinálni dolgokat. A Mazsolett pedig pontosan arra tanít bennünket, hogy csapatmunkát kell végezzünk, és együtt vagyunk egy jó csapat. Úgyhogy azt gondolom, hogy példaértékű az, hogy ennyi tagja van az együttesnek ma is, hiszen ha jól tudom, 200 tagja van, illetve 5000 tagja volt az elmúlt
támogatók, és látszik az, hogy micsoda társadalmi támogatottsága van az együttesnek, hiszen éppen mondtam az együttes vezetőjének, hogy még így a járvány időszakai alatt is sikerült megtölteni ők és sportcsarnokot. Higgyék el, hogy ez nem minden esetben, nem minden esemény esetén lehetett volna megtenni. És hogy milyen minőséget is képviselnek ők? Hát konkrétan felsorolni is nehéz lenne azt a díjat, amit kaptak az elmúlt években. Azért mégis, ha nem nincsek meg egy párat, Debrecen megyei városi díjazta több alkalommal az együttest, hiszen 1993-ban közoktatási díjat, 2005-ben meg Csokonai díjat adományoztunk az együttesnek. Emellett pedig azt gondolom, hogy a számos külföldi fellépés is Izraeltől Amerikán, Japánig átmutatja azt, hogy milyen minőséget is képvisel a debreceni mazsorett együttes. És hát ne felejtsük el Tóthné Rozsár Júlinnak azt a számos kitüntetését, amit most nem fogok felsorolni, mert akkor lehet, hogy az egész este azzal telne el, de szépen gratulálok, kedves Rita, rengeteg díjhoz. És végezetül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy a város nevében egy jelképes virágcsokorral köszönjen meg a Debreceni Mazsorett együttes három vezetőjének azt a több évtizedes és az elmúlt évek munkáját, amellyel azt a magas minőséget folytatják, amit az előbb említettem. És nagyon köszönöm, hogy itt vannak, és azokat az elveket képviselik, amit a Debreceni Mazsorett együttes. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen Alpornában és te úrnak a gyönyörű gondolatokat, szavait és persze. Majd tisztelettel kapnálom a Debreceni Mazsorett együttesét! Köszöntőjét. Talán nem adok el nagy titkot, hogy a kiváló Némódias táncpedagógusoknak ma egy picit aktívabb részvétele is lesz a születésnapi ünneplésben, de hát ennél többet most természetesen nem mondhatok, mert csak azért sem, mert alig várják azok az apró csöpségek, és még inkább az apukák és az anyukák, hogy folytatódjon a műsor. Hát kedves büszke szülők, kedves büszke nagypapák, nagymamák és bárki, aki elkísérte erre a fellépésre, ünnepelni a születésnaposainkat. Most folytatódjon a műsor, amelyet gyerekek, szülők, ismerősök és oktatók is nagyon bántak ezután a nehéz időszak után.